Sándor Károly szobrának avatására jöttünk össze, úgyhogy megkérem Lassú Zsombort, az akadémia hallgatóját, U19-es csapatunk játékosát, hogy mondja el gondolatait Csikar bácsiról. Sándor Csikar nem a leghíresebb magyar futballista. Puskás, Kubola vagy az aranycsapat tagjai, akiknek neve először jut eszébe a futballrajongóknak a magyar foci kerül szóba. Mégis a Ronaldo cseh, vagy a Zidane cseh mellett mindenki tudja, mi ez a csikarszög. Na de ki az a Csikar? Sándor Károly. És ki az a Sándor Károly? Ezt a kérdést sok gyerek teszi fel évek óta szüleinek, edzőinek, mióta az MTK-kel megnyitotta a Sándor Károly labdarúgó akadémia kapuit. Sokan voltunk ezzel így mi is, akik ma itt állunk, és mindenki tudott róla mesélni. Megtudhattuk, hogy Csikar valamikor az aranycsapat idejében játszott, megtudhattuk, hogy miért csikarszög a csikarszög. Megtudhattuk, hogy a magyar labdarúgás leghíresebb páratca volt a Csikar dalnoki páros találkozója, mely évenken átadott beszédtémát az újságíróknak és a szurkolóknak. Láttuk a fényképét, és azt is megtudtuk, Sándor Károly élő személyt. Sokan akartunk ide kerülni. Aztán, mikor évek múltán belépettünk az akadémia kapuján, újabb dolgokat hallottunk róla. Sőt, voltak szerencsések, akik még találkoztak is vele. Nekik újabb történetek voltak a mindig vidám Csikarról. És végül ott voltunk Sándor Károly búcsúztatásán, ahol láthattuk, mennyi ember szerette őt. Számunkra Sándor Károly inkább egy legenda. Maga az MTK és az akadémia. De mi köt még össze bennünket? Sándor Károly a szegedi Móraváron futballozott, ott fedezte fel magának az MTK. Kínált neki szerződés, és itt vált igazán elismert, híres játékossá. És mi lehet a mi célunk Budapestről, Kistarcsáról, Karcagról, Szegedről, Kecskemétről, Pécsről, Orosházáról, Móról, Szeghalomról, Kárpátaljáról, Szentesről, Fegyvernökről, Székesfehérváról, Sopronból, Makóról, Békéscsabáról, Kisváradról, Szombathelyről, Bonyhádról, Norvégiáról és Esztergomból. Mi mind az MTK-ban szeretnénk továbbfejlődni és futballistává válni, és hogy a célunkat sose tévesszük szem elől, ezentúl Csikar bácsi vigyázó szeme fog gondoskodni, bárhányszor csak eljutunk edzésre. Üdvözlünk az akadémián, Csikar bácsi!